olyanokat kérdezel, te ide figyelj, tehát, hogy... Sziasztok! Egy újabb villámkérdésekkel jövünk, és egy nagyon izgalmas vendégem lesz. Marói Krisztina van itt velem, és nagyon hálás vagyok, hogy beszélgethetünk. Hogyha nem ismernétek Krisztinát, a magyar médiában az egyik legmeghatározóbb személyiség, és úgy, hogy én nem vagyok benne, csak kívülről nézem. Minden néhányszor beszélgettünk eddig, de úgy éreztem, hogy olyan gondolatok vannak, és olyan támogatóan lépsz fel amúgy a közösség felé, és hogy biztos, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetés fog jönni. És amúgy a villámkérdésekben gyors kérdések vannak, viszont nagyon mély válaszok jönnek, úgyhogy én bele is csapnék. Az az első kérdésem. Köszönöm, hogy itt vagy. Nagyon köszönöm, hogy meghívtál. Az első kérdésem az a gyermekkorodra vezet vissza, és azt szeretném kérdezni, hogy van-e valami olyan dolog, amit ott tapasztaltál, vagy egy tanács, amit kaptál, és mai napig elkísér az életedben? Nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert a nagymamámnak egy szabószalonja volt, amit egyébként a saját édesanyjától örökölt, tehát már egy több generációs szalonról beszélünk, ez Békés Csabán volt, úgyhogy én... Ennek kapcsán elég korán közel kerültem a divathoz, ugye, mert egy szabószalonban ugye rögtön ott vannak a divatmagazinok, amit ugye külföldről szállítottak, a külföldi rokonok küldtek. 80-as években. Igen, úgyhogy hogy én már nagyon-nagyon hamar lapozgattam, vagy kezembe kerültek olyan magazinok, mint a Collezione, ugye, amiben az összes kifutós ruhát lehet látni, a Burda ugye természetesen ilyen alap magazinnak számított, de kezembe kerültek más magazinok is, mint például a Vogue. Szerintem nincs inspiráló, mint a nők. Tehát, hogy igazából én mai napig kapkodom a lélegzetemet, amikor egy ilyen női közösségbe bekerülök, és hallgatom azt, amiről beszélnek, vagy ahogy beszélnek. És eszméletlen erőt érzek a nőkben, amit nem használnak egyenlőre tudatosan. Tehát, hogy szerintem meg tudnák változtatni a világot. És, ez biztos. És az én nagymamám is egy nagyon-nagyon erős nő volt, az ő édesanyja is egy nagyon erős nő volt, őt sajnos már nem ismertem, és az édesanyám is egy nagyon-nagyon erős nő. Úgyhogy én se vagyok másképp, tehát, hogy ezt a karmát azért tovább viszem, tehát... biztos, hogy a hátamon el tudok cipelni egy egész világot, szóval ez nem okoz nekem gondot. Ennek van jó és rossz oldala is nyilvánvalóan, mert azért amikor nagyon megerősödsz, akkor így egy picit meg is keményedsz, úgyhogy tudatosan oda kell figyelni arra, hogy azért a női látságot, meg azt a fajta dolgot, hogy hibázni is szabad, meg gyengének is mutathatod magad, meg időnként el is sírhatod magad, vagy elérzékenyülhet, tehát nem kell mindig nagyon összeszedetnek lenni. Ha most találkoznál a 20 éves önmagaddal, milyen tanácsot adnál neki? Hát 20 éves koromban vettek föl engem az egyetemre. 2 évig nem vettek föl oda, ahová szerettem volna menni, úgyhogy emiatt külföldre is mentem nyelvet tanulni. Nagyon-nagyon boldog voltam 20 évesen, és azt a tanácsot adnám magamnak, hogy csináld ugyanezt, tehát hogy harcolj ugyanazért, és hogy ne add föl. Tehát, hogyha van egy konkrét elképzelésed, akkor az nem véletlenül van az a konkrét elképzelés. Még hogyha mások azt gondolják rólad, hogy ez egy baromság, tehát hogy miért nem jó a másik egyetem, vagy miért nem jó, hogyha azt csinálod, amit... Ez a jó oldala a tanácsomnak, hogy végül is önigazolom magamat. A másik dolog az, hogy nem kell aggódni. Tehát, hogy én a 20-as éveimet csupa aggódással éltem meg. Tehát, hogy már le vagyok maradva, el vagyok késve, sokkal előrébb kellene tartanom, már régen be kellett volna fejezzem az egyetemet, már régen nem tudom én, minek kellene lennie, már meg kellett volna találjam az igazit. Gondoltad, hogy valahol leszel, és nem ott volt, és ez frusztrált. De ott voltam. Igazán. És mégis ott voltál, csak nem tehát úgy ott érezted. Voltam, és tovább megyek, egy szomorú hírem van a 20 éveseknek, hogy ilyen pillanat sosincs. Tehát ez a Fausti pillanat, hogy akkor na most megvan, és megszereztem, és ott vagyok, ahol, ilyen nincs. Viszont a Fausti pillanat, hogyha volt egy az életemben, akkor az, amikor a férjemet megismertem, és az, amikor megszületett a gyerekünk. Ugyanez a kérdés 30 éves korodra, hogy akkor mit tanácsolnál magadnak?
30 évesen, tehát én 29 évesen lettem a Glamournak a főszerkesztője, és 30 és fél évesen született meg a fiam. Talán azt tanácsolnám magamnak, mert akkor voltam én fiatal anyuka, hogy nem lesz mindig ilyen nehéz, jó? Tehát, hogy anyukának lenni is egy tanulási folyamat, és nem kell ennyire megijedni, hogy most akkor jól csinálod-e. Nem kell jól csinálni, tehát, hogy elég jól kell csinálni. Nem kell tökéletes anyukának lenni, hanem elég jó anyukának kell lenni, és figyelj oda magadra is, tehát, hogy adj magadnak több időt, szervezd meg valahogy, fogadj el több segítséget, mint amennyit én elfogadtam. Tudnál egy olyan konkrét dolgot mondani, amiben te hiszel, de nehezen tudod bizonyítani? Azok az energiák, vagy ez az alapállás, hogy a másikat nem ítéled meg az alapján, hogy honnan jön, vagy milyen a bőrszíne, vagy mi a háttere, és úgy állsz hozzá, hogy majd megítéled akkor, amikor valamit mondott, vagy valamit cselekedett, és kivárod, hogy ő milyen. Én szerintem ez a fajta nyitott magatartás az alapvetően egy nyitott közösséget szül, tehát hogy és ezt gyakorolni kell. Ez egy olyan dolog, ami nem megy magától, és mindig emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy nyitottnak kell maradni, viszont hogyha ezt el tudjuk érni pillanatokra, akkor az hosszú távon eszméletlen jó hatással van mindenkire. Szerintem az élet nagyon jól ki van találva, csak mi rontjuk el egyébként, tehát ez meggyőződésem. Ezt nem Milyen tudom bizonyítani, nem. De biztos, hogy így van. Megfordítom ezt a kérdést, hogy amit meg látsz az életben, a világban, és sokan mondják, hogy ez így van, vagy történik, de szerinted egy baromság. Nagyon sok baromság van így körülöttünk manapság. A fordítottja ugye a bármiféle rasszizmus vagy előítélet, az számomra abszolút tolerálhatatlan. Én úgy születtem, hogy én egy teljesen nyitott ember vagyok, tehát és mindig a megérzéseimre hagyatkozok, és arra hagyatkozom, hogy hogyan viselkedik velem a másik, vagy hogyan áll hozzám, mit mond, hogyan beszél. És én akkor hozom meg az ítéletemet, amikor ezen túl vagyunk. Tehát a nyitottság, tehát a mostani bezárkózás, félelem, az tőlem nagyon-nagyon messze áll, és azt gondolom, hogy senkinek nem jó. Tehát szerintem az a jó, hogyha minél többféle embert látunk, minél többféle viselkedéssel, kultúrával találkozunk, és ugye ezt nem én találtam ki, könyörgöm, hát ez évezredek óta tudják, hát nem véletlenül küldik el, ugye a népmesében is elküldik a harmadik kisgyereket, hogy királyfit, hogy menjen világot látni. Ez biztosítja azt, hogy ne zárjon be a világuk, és tovább haladjon. Tehát ő majd visszajön, és ő majd elmondja, hogy mit tapasztalt. Vannak olyan pontok az életedben, amikre, ha visszaemlékezel, kudarcként jelenik meg, de mégis utólag rájött, hogy az nagyon jó, hogy történt veled. Nem vagyok ilyen nagyon kudarc megélő ember, tehát hogy én nem, tehát nem úgy állok hozzá az élethez, hogy az élet ilyen csupa fáklyás menet, és mindennek rögtön azonnal kell sikerülnie. Úgyhogy ilyen nagyon nagy kudarcot, tehát el kell szomorítsalak, de nem tudok így felhozni, hogy... Jó, ez a hozzáállásod. És hogyha úgy tenném fel a kérdést, hogy mik azok a pontok, ilyen meghatározó pontok az életedben, ami által azzá váltál, aki vagy? Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy én honnan jövök. Tehát nagyon fontos, hogy egy olyan városból jövök, amivel túl sokat nem foglalkozik senki. Tehát, hogy ez Békés Csaba az egy olyan hely, ahová így lemész, és akkor onnan tényleg úgy föl kell jönni. Van bennem egy nagyon nagy büszkeség, hogy arra az egyetemre jártam, amire, tehát ezt már elmondtam, hogy nagyon-nagyon oda szerettem volna menni, mert én azt gondoltam, hogy az ELTE az ország legjobb egyeteme, és ezt mai napig ezt gondolom. Nagyon kemény egyetem volt, akkor nem tudom ma milyen, de akkor nagyon-nagyon sokat kellett küzdeni, meg nagyon
Tehát olyan emberekkel lehetett ott találkozni, akik mai napig inspirálnak, vagy akiket azt gondolom, hogy tényleg a maguk területén szaktekintének számítanak. Tehát maga akkor az ELTE is egy meghatározó. Mindenképpen azt gondolom, hogy ott van ott egy olyan szellemiség, ami engem meghatároz, attól függetlenül, hogy teljesen más területre tévedtem, de nagyon meghatározó ugye az egész divat szakma, meg az egész kreatív szakma, akikkel az elmúlt 20 évben találkozhattam. Biztos, hogy nagyon meghatározó az, hogy hozzámentem egy külföldihez, egy idegenhez, és ez engem kondicionál. Tehát, hogy én nagyon szeretek a kultúrák között kalandozni, tehát én számomra az egy bezártságérzés, hogyha csak magyarként kellene létezzek. Tehát érted, mit mondok? Tehát, hogy nagyon szeretem, hogy magyar vagyok, nagyon szeretem Budapestet is, de bezárva érezném magam, hogyha azt érezném, hogy én nem kalandozhatok a világban, és nem olvashatok más kultúrákról. Van olyan idézet, ami mentén éled az életed? Pont most olvastam egy tök jó, mert eddig nagyon frusztráltam magam mindig. Nem szeretem az ilyen idézeteket, tehát hogy semmilyen mottóm sincsen, tehát olvasok dolgokat, és akkor abban a pillanatban, vagy egy időszakra az meghatároz, de utána valahogy így beépül, és megyek tovább. Tehát nincsenek ilyen. Van olyan dolog, amiben megváltozott a nézeted az elmúlt években? Nem úgy éled az életed 40 éves korodban, mint ahogy 30 éves korodban. Mindig azt láttam, hogy a nők nagyon keményen dolgoznak, és emiatt én is egy ilyen workaholic típus vagyok, tehát akinek úgy időnként azt kell már mondani, hogy menjél már haza, tudod, tehát hogy így már, tehát nem kell már este 8 órakor, meg 9 órakor bennülni az irodában, nem kell hétvégén bejönni, tudod, meg egy kicsit próbáld meg már élni az életet, tehát ennyiben változom, hogy már időnként azt mondom magamnak, hogy jó, tehát hogy most már menjél már haza, és csinálja már valami mást. Szoktak veled furcsa dolgok történni, amit úgy te se tudsz megmagyarázni, mondjuk magadba cikinek érzed, vagy ha történtek és változtattál valamin? Történtek már velem az életemben olyan dolgok, amik megmagyarázhatatlanok lennének, hogyha nem hinnék abban, hogy bizonyos dolgok, tehát hogy rajtunk kívül állnak. Tehát hogyha azt gondolnám, hogy nincsen egy fölöttünk álló valamilyen lény, vagy Isten, vagy bárminek is hívjuk, akkor azt gondolom, hogy ez roppant furcsa, de alapvetően meg nem így állok az élethez, úgyhogy azt gondolom, hogy van segítségünk időnként. Tehát, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy ez véletlen, vagy a véletlenek szerencsés egybeesés, jó helyen, jó időben voltunk. Ebben annyira nem hiszek, viszont abban hiszek, hogy nem biztos, hogy ugyanakkor érünk oda a bizonyos helyekre, és ahhoz keményen meg kell dolgozni. Nem szoktam csodálkozni igazából az ilyen, igazából szoktam is várni a csodákat bizonyos esetben. Azon csodálkozol, ha nem csodálkozhatsz. Igen, tehát azon csodálkozom, hogy miért nem történnek már bizonyos olyan dolgok, amikre már megértünk, és már meg kéne történnie. Tehát, hogy néha így állok, és azon csodálkozom, hogy tényleg még mindig itt tartunk. Tehát, hogy szerintem ennél már sokkal jobbat érdemelnénk, vagy többet. Itt megkérdezem azt, hogyha egy óriás plakátot elhelyezhetnél bárhova, és bármit írhatnál rá, hova helyeznéd, és mit írnál rá? Biztos, hogy Magyarországon helyezném el, mert igazából az itteni nőknek van a legtöbb mondani való, meg igazából az ő sorsukat így a lelkemen viselem. Azt írnám, amit mi minden nap csinálunk végülis, a szerkesztés, meg a szövegírás, meg az események kitalálása közben, hogy próbáljuk az ő életüket szebbé tenni. Tehát, hogy ne legyenek magukkal olyan szigorúak. Igazából valami hasonlót írnék, de szlogen majd később kitalálok, és majd átküldöm neked. Van olyan könyv, hát ugye az ELTE-ben, ahogy mondtad, hogy rengeteg könyvet kell olvasnod, van olyan, amit nagyon sokat ajándékozol? Nem szoktam könyvet ajándékozni. Érdekes. Érdekes.
tehát azért nem ajándékozom könyvet, mert van egy nagyon kedvenc könyvem, és azt én egyszer odaadtam az egyik barátnőmnek, és az a barátnőm így visszat, és azt mondta, hogy ennél szarabb könyvet még életemben nem olvastam. És akkor úgy voltam vele, hogy jó Isten, és egyébként egy olyan barátnőm ez, aki nagyon-nagyon sokat olvas. Ez a Gustav Meyrinknak a Nyugati ablak angyala, ami egy nagyon-nagyon furcsa könyv, mindenesetre én nagyon szeretem. Kíváncsiak, hogy bárki, nem tudom, hogyha olvasta, akkor írjátok meg, hogy mit gondoltok rá. Én még nem olvastam, de meg fogom nézni, mert mindig így kutatom. Biztos azt fogod mondani, hogy nagyon szar. Ez már a tapasztalatod, hogy igen. Így van. Miknek élsz esténként, és milyen szenvedélyeid vannak mondjuk hétvégékre? Szenvedélyeim, az olvasás az egy szenvedélyem, tehát nagyon szeretek olvasni, mert akkor, amit mondtam, hogy a szabadság igényem elég nagy lenne, és azt nem tudom sajnos kiélni a munkám miatt, tehát nem mehetek csak úgy el, érted? Tehát nem mondhatom azt, hogy szevasztok, én akkor most én így elmegyek, és akkor engem nem tudtok elérni. Egyébként nagyon szeretek utazni, csak nem szeretek csomagolni, és nem szeretek kicsomagolni, tehát nagyon szeretnék úgy utazni, és nem tudom, hogy ez valaha lesz-e bátorságom, vagy elég pénzem ahhoz, hogy ezt így megcsináljam, hogy tényleg zsebre dugott kézzel szeretnék utazni, tehát hogy ez a bakancs listámon rajta van. Mi az, amitől izgalomba jössz? Olyanokat kérdezel, te ide figyelj, tehát hogy nehéz engem izgalomba hozni, az az igazság, tehát nagyon tehát egy olyan műfajban vagyok, meg az egész életemet igazából olyan helyeken töltöttem, ahol nagyon-nagyon változatos dolgok történnek, és nagyon sokféle ember van. Igen. És már önmagában ez egy izgalom, hogyha azt látom magam körül, hogy jó dolgok történnek, és szép dolgok. Hogy néz ki a napod első 30-60 perce? 30-60 perce, nem tudsz velem beszélgetni, ne is szóljál hozzám. Nagyon-nagyon lassan magamhoz térő típus vagyok, tehát igazából velem találkozni, bár nagyon sárp tudok lenni, és éles agyú 9 óra akkor is, de az egy szenvedés következmény, az egy szenvedés történet, tehát mert akkor sokkal hamarabb keltem föl, mint szeretnék, és sokkal gyorsabban kellett magam összeszedjem, mint ahogy szeretném, és akkor lesz bennem egy ilyen kicsit egy ilyen szarkasztikus valaki, aki nagyon éles eszű egyébként, tehát de nem kívánom az ellenségemnek sem. Ez erős kombináció. Igen, úgyhogy sokkal jobb velem 11 körül találkozni, mert akkor ilyen joviális vagyok, és jó indulatú. És a délután? Teljesen jó a délután. Én úgy érzem, most ez egy jó időpont, így kettő körül találkozni. Teljesen jó. Mondjuk most még nem ebédeltem, és már nem tudom hány óra van. Van egy befektetés mondjuk, hogy mi volt az életedben a legjobb befektetés? A gyerekem. Nincs jobb. Milyen mondjuk ilyen 20-30 ezer forint alatti költésed volt mondjuk a közelmúltban akár, ami azt mondod, ez tökre megérte? Masszázs. Tehát, hogy annál jobb dolog, mint amikor magaddal foglalkozol, vagy egy jóga óra. Tehát, hogy bármi olyan dolog, ami... De ezek igazából a legjobb befektetés, ide figyelj, tudod mi? Amikor kimegyek futni. Az ingyen van. Ha bármi rendelkezésedre állna, és bármit csinálhatnál, minden erőforrásod meg lenne, mit csinálnál? Én mindenképpen nőket toboroznék, tehát hogy ilyen női közösségeket hoznék létre. Nagyon-nagyon megerősíteném a nők jelenlétét mindenféle döntéshozó szinten. Kifejezetten olyan programokat csinálnék, ahol a nők, tehát nők életét segíti, mondjuk például nagyon-nagyon nagy gond a nőknek, hogy hogyan jöjjenek vissza a munkába, ugye amikor gyereket szülnek. Már a 20-as, 30-as éveikben azon aggódnak, hogy akkor mi lesz, amikor ők gyereket igen. szülnek. Emiatt nagyon-nagyon eltolják ezt az időt, vagy kitolják ezt az időt, amikor bemerik vállalni a gyereket. Ha egyáltalán ugye találnak megfelelő partnert, meg úgy érzik, hogy adottak a körülmények, amire tényleg csak azt tudom mondani, hogy nincs olyan, hogy adottak a körülmények, és nincs olyan, hogy ideális dolog van, viszont hogyha egy nő úgy érzi, hogy ő gyereket szeretne, akkor mindenre képes érte. Viszont segíteni kell őket, hogy visszajöjjenek. Tehát egy olyan nő, aki vissza tud jönni úgy, hogy gyereket szült, és támogatják ebbe,
az hihetetlen dolgokra képes, ugye, hogyha, mert az az energia, amit a gyerekében fektet, és a gyereke szereteti, vagy én megosztom azt a szeretetet, amit ő a gyereke iránt érez, és én is azt érzem az ő gyereke iránt, akkor az hihetetlen energia. Úgyhogy hogy minden közösségnek erre kéne törekedni. Nem is értem egyébként, hogy lehet az, hogy egy közösség a saját folytatásában nem fektet mindenféle energiát. Tehát, hogy értetett igazából 50 év múlva már nem ülhetünk itt, mert már nem, én már nem élek, vagy úgy élek, hogy már nagyon-nagyon lassan tudunk beszélgetni, és lehet, hogy neked már arra nincs türelmed, ugye, mert a közösségnek nem feltétlenül van erre türelme, vagy mit tud mondani, már úgy gondolják, hogy 90 éves ember a többieknek, hát nagyjából semmit ezt gondolják, tehát pedig ez egyáltalán nem így van. És visszatérve, hogy a nőkre, én minden pénzemet a nőkre költeném, tehát arra, hogy a nők csináljanak vállalkozásokat, startupokat, ilyen divatos szóval mondják az ötleteiket, mitől lehetne jobb a világ, mi az, amit elrontunk eleve, és ezeket a női energiákat használnám, és ezeket finanszíroznám mindenképpen. És most, hogyha valaki, egy fiatal lány, nő szeretne elindulni, és még nincs meg az erőforrása, mit javasolsz neki? Hogy kezdje el? Először is próbáljon meg odafigyelni arra, hogy ő mit tesz, mitől boldog. Mi az, ami őt boldoggá teszi. Tehát, hogy én mindig ezt szoktam mondani, hogy én kisgyerekkorom óta szerkesztettem, mert én megnéztem, hogy nekem mi tetszik, és azt így kiszedtem a dolgokból, tehát az agyamba szerkesztettem. Néztem a dolgokat, és az szép, az nem. Az azzal összefügg, az jó. Jaj, de érdekes, meg kéne kérdezni arról, hogy. Tehát, hogy már jött belőled, és csak figyelni kell arra a belsőre, igen, és tehát, tessék. Hogy, és engem ezt tett boldog, és amikor megkérdeztek engem 12 éves koromban a nagypapám, hogy és akkor mit szeretnél lenni? És akkor én azt mondtam, hogy újságíró. Azt se tudtam, mi az, hogy újságíró. Érted? Tehát, hogy mai napig nem gondolom azt, hogy én újságíró vagyok, mert már nagyon kevés újságot írok. Tehát, hogy viszont folyamatosan újságírókkal foglalkozom, és szerkesztek, és gondolkozom azon, hogy mit lehetne csinálni itt, vagy ott, vagy hogyan kellene elmondani egy történetet, vagy kinek kéne elmondja azt a történetet, vagy hogyan kellene elmondjuk azt a történetet, vagy mi inspirálhatna bennünket, vagy mi az, ami probléma most a mi életünkben, mi lehetne az, ami segít bennünket. Tehát, hogy ez a fajta alapállás, ez már ott volt bennem gyerekként is. Tehát ő is kérdezzen rá arra, hogy mi az, ami őt mozgatja, ami és arra találja, ami boldoggá teszi. Igen. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a munkád olyan legyen, amit akkor is csinálnál, ha nem fizetnél. Hogyha nem fizetnél, én ebben annyira hiszem. Ez egy közhely, ugye? De ezt alapvetően megfogalmazhatjuk. És mi van akkor, hogyha ilyen nincs? Tehát, hogyha mondjuk te csak YouTube videókat szeretsz otthon nézni, és közben chipset enni, az is valami. Tehát akkor indulj el azon a vonalon, hogy te YouTube videókat, miért nézed a YouTube videókat? És mit tudsz azzal kezdeni, hogy te nézed a YouTube pontosan, videókat? Pontosan, az is egy cselekvés. És a chipset eszel, miért eszel chipset? Az egy probléma, az egy mellék cselekvés. Tehát ez ember nem eszik annyi chipset, amennyi chipset te megeszel. Akkor azzal mit lehet kezdeni, érted? Tehát van, amikor a bizonyos cselekedeteknek az ellenkezőjével is lehet kezdeni valamit. Hogyha ilyeneket kérdezel, hogy mik inspirálnak egész életemre, tehát az a hölgy, az engem nagyon inspirál egész életemre. Úgy volt fölöltözve, hogy minden egyes ruhadarabja illett a másikhoz. És megkérdeztem tőle egyszer, hogy mondja már el, hogy ez hogy csinálja. Hogy tényleg a cipőjének a színe harmonizál a pulóverének a színével, és a szoknyájának a mintájában ugyanaz a piros benne van, mint ami a cipőjébe és a pulóverébe. És elmondta, hogy úgy csinálja, hogy amikor elmegy vásárolni, akkor mindig egy látó emberrel megy, és a látó ember elmeséli neki, hogy ez milyen szín. És akkor ő arra visszaemlékszik, és amikor reggel válogatja a dolgokat, ugye, hát akkor tudja, hogy melyik ruha melyik, és a memóriájából összerakja ezeket. Na tehát, hogy ezt minden egyes stylistnak vagy szerkesztőnek ajánlanám, hogy egyszer csináljon egy olyan gyakorlatot, hogy vakon. Egyik barátom mondta nekem egyszer, hogy Krisztina, amiben energiát pakolsz, abból lesz valami. Tehát, hogy ne próbálj meg nem dühöngeni ezeken a dolgokon, amiken épp akkor dühöngtem, mert hogyha dühöngsz rajtuk, akkor az
abba energiát pakolsz. És az akkor nem ez, az nem jó. Tehát, hogy minek pakolsz abba energiát, amit úgysem tudsz megváltoztatni, a körülményeinkről beszéltünk akkoriban. Tehát, hogy pakolj energiát olyanba, amit meg tudsz változtatni. És ez igazából szintén egy közhely, de annyira hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy igenis azért kell energiát pakoljunk abba, hogy a nadrágunk meg a cipőnk összejön, mert ezzel saját magunkat megtiszteljük. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Krisztina. Nagyon örülök. Élveztem nagyon. Én is köszönöm. Nektek köszönöm szépen, hogy néztétek. Írjátok meg, hogyha van még kérdésetek, vagy egyáltalán azt, hogy tetszett. Ha még nem vagytok feliratkozva, kérlek, iratkozzatok fel. Jövünk még ilyen beszélgetéssel. Sziasztok!